Kedves Sándor, ezen a héten Hollandiában, Hágában töltöttünk pár napot, teljes döbbenettel tapasztaltuk azt, hogy bárhová mentünk, rengeteg muszlim ember vett minket körül, a belvárosban, külvárosában egyaránt, némely üzletben egyedül mi voltunk európai emberek, nagyon hálásak vagyunk a magyar kormánynak, Orbán Viktornak keresztényekhez való hozzáállásáért, mert ezeken a helyeken már most lehet fenyegetettséget érezni, azért, mert keresztények vagyunk. Érdemes lenne azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy hazugság és propaganda, a kormánytól a keresztény kultúra védelmezésére hivatkozva bevándorlás megállítása, eljönni ide, hogy saját szemével győződjenek meg arról, hogy jogos az aggodalom. Igenis fontos ezen a területen az ellenállás. Köszönjük a munkáját, Isten gazdag áldását kívánjuk. A napokban beszélgettem egy emberrel, és azt mondtam neki, hogy Izraelben ugye már évek óta mondják ezt a kétállami megoldást, de eljön az az idő, amikor Európában lesz ez aktuális, a kétállami megoldás. Már Franciaországban azt mondják, most már kezd válni, érik a helyzet. Tehát amit Izraelben szeretnének elérni a kétállami megoldást, tehát hogy két országra van szükség. Szükség van egy muszlim Franciaországra, és szükség van egy nem muszlim Franciaországra. Szükség van egy muszlim Ausztriára, és szükség lesz egy nem-muszlim Ausztriával. Emberek, amit akartok a zsidóknak, az meg fog történni. Tehát európaiak annyira akarják a két állami megoldást, hogy meg fogják kapni. A, 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 néhány évtizede nem hitték el, 80-as években, hogy Európában ugyanolyan terrorista veszély lesz, mint Izraelben. Azt mondták, ez a zsidó probléma. Ez az izraelieket kezdték el hibáztatni, hogy ők az, mindennek az okai. És előre lehetett látni, hogy pálapostól, amit mondott, az meg fog történni. Először a zsidónak, utána a görögnek. Tehát először a zsidó megy át a, úgymond a, 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 mi? Tűzpróbán így is lehet mondani, de akartam más mondani, de gondolkodtam, hogy kimondjam-e, vagy nem. De hát általában nagyon nehézségekkel ment át a történelemben a zsidóság. És a pogányok mindig azt hiszik, hogy meg fogják úszni. Nem fogják megúszni. A, ennyi, annyira erőltetik ezt a két állami megoldást izrael -el. és mert szembe kell nézni. Ez Angliába is egyre inkább érik a helyzet. Hát a no-go vezetek. mert többeknek van sária törvénye. Miről akarnak? Ezek összeállnak, politikai erőként is megjelennek, és ez megtörténhet Németországgal is, vagy a keveredés. De ezt nem fogják az európaiak, a maradék, akik, meg nem ment el az eszük, azok ugyanúgy fognak majd tárgyalgatni, mint most az izraeliek, hogy hogyan oldjuk meg a két állami megoldást. Hát nagy fájdalom. Jobb előre nézni. Azt mondom, 10-20 év múlva ez nem egy lehetetlen dolog, amiről beszélek. Tehát ez el van rontva úgy, ahogy lehetett. Ez nekem semmi közöm. Én mindig megmondtam, mi a véleményem. <tosz>